Szücsán Blagojevic távozott a DVSC labdarúgó csapatától, a szerb vezetőedzőt Máté Csaba váltja a klubnál. Köszöntöm Önöket. A mai hajrában először Makrai Balázzsal, a DVSC Futball ZRT cégvezetőjével beszélgetünk az edzőváltás okairól és körülményeiről, majd a műsor második felében maga az új vezetőedző Máté Csaba lesz a vendégem. Makrai Balázs már itt is van a stúdióban, akivel a közös ismerettségre és a sportos témára tekintettel a beszélgetés első felében tegeződni fogunk. Mikor merült fel először Szücsán Blagojevic távozásának a lehetősége? Már az Újpest elleni mérkőzés előtt, vagy kifejezetten utána? Ez az Újpest elleni mérkőzés után merült fel. Nyilván voltak az elmúlt időszaknak olyan jelei, amikor már gondolkoztunk, hogy mi történhetett. Egy kicsit úgy tűnt, hogy megtölt az a felfelőívelő szakasz, ami a Szücsán érkezése óta azért a klubot jellemezte, legyünk őszinték, hogy az elmúlt két éve megszerzett harmadik, illetve ötödik hely, azért az a korábbi évekhez képest ez egy komoly eredmény, és lehet azt mondani, hogy visszahelyezte ez az időszak a DVSC-t az őt megillető helyre, de úgy vettük észre, és különösen az Újpest elleni mérkőzés után, hogy valami talán nem úgy működik, mint korábban. Melyek voltak ezek a jelek, amiket egyébként észleltetek? Én úgy gondolom, hogy tehát kicsit, mintha a játékosok tompábbak lettek volna, mind fejben, mind pedig fizikálisan ahhoz képest, amilyet korábban tapasztaltunk. Ezek is voltak, illetve én úgy gondolom, hogy az Újpest elleni mérkőzésnek az első fél ideje, leginkább az első 30-35 percében azért meglehetősen szervezetlennek is tűntünk, ami azért korábban messze nem volt rá jellemző, hiszen az elmúlt időszakban azért azt nem lehetett mondani, hogy a DVSC-nek nincsen stílusa, nincsen rendszere, nincsen szervezett futballja. Ez egy kicsit úgy vettük észre, hogy itt egy törés van, és azokat a dolgokat kellett figyelembe venni, hogy ugye a céljaink nem változtak azóta sem, meg a harmadik év elején, vagy a három évvel ezelőtt is azt tűztük ki célul, hogy a harmadik évben nemzetközi kupa szereplésért megyünk, és úgy gondoltuk, hogy ha ez a folyamat ez így tovább tart, akkor előbb-utóbb ennek kenyértörése kell, hogy kerüljön, és ez lesz a sorsa, és úgy gondoltuk, hogy talán most van az a pillanat, amikor időben ezt meg tudjuk fogni. Lehet ezen vitatkozni, hogy jó időpont volt-e, vagy nem. Igen, éppen erre akartam rákérdezni, hogy nyáron esetleg ennek láttátok-e már jelét. Azért kérdezem, mert ugye gyakorlatilag a helyzet az, hogy így Blagojevic megkapta a teljes nyári felkészülést, a keret azért átalakult a nyáron, és alapesetben azért mondhatjuk, hogy talán tűnhet korainak négy forduló után a menesztése. Tehát arra vagyok csak kíváncsi, hogy korábban esetleg ezek a jelek nem voltak-e láthatók, és mondjuk nem indokolták-e volna azt, hogy mondjuk akkor már a szezont egy másik vezetőedzővel kezdje el a csapat. Tűnhet korainak, és nem voltak jelei ennek. Én úgy gondolom, hogy a felkészülés abban a mederben olyan ellenfelek ellen zajlott, amit szerettünk volna lekötni, és a korábbi stáb kért. A játékosok jó része is azért egyeztetve volt természetesen a vezetőedzővel, nem igen volt olyan játékos, akit ő szeretett volna és ne kapott volna meg. Én úgy gondolom, hogy akkor kell adni időt mindenképpen a közös munkának a folytatására, vagy az új szezon elkezdésére, de úgy gondoljuk, hogy annak ellenére, hogy az Újpest elleni mérkőzés, tehát lehet, van egy másik oldal, és az Újpest elleni mérkőzés az egy első vereségünk volt a szezonban, amikor 11 emberrel fejeztük be a mérkőzést. Ugye volt Kecskeméten, ott ki tudtuk húzni döntetlennel ember hátrányba, Diósgyőr ellen már nem tudtuk kihúzni, de az Újpest volt az, ami úgy tűnt, hogy ott van az a pont, amikor talán most lépni kell. Én úgy gondolom, hogy az idő azt el fogja dönteni. Az biztos, hogy a Szücsán Blagojevicnek és a stábjának a DVSC csak köszönhet, hiszen nehéz helyzetbe vette át a társaságot, komoly eredményeket ért el, szép stílusú futballt játszottunk, fejlődtünk mellette. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan időszak volt, amely eredményes és jó visszagondolni rá, de a futballban azért két év az nagyon sok, és valamikor ilyenkor, vagy vannak olyan esetek, amikor eljön az időváltásra. Egyetlen téma még kifejezetten a Blagojevic távozásához. Ugye a sajtóban felröppent a hír, hogy Dzsudzsák Balázs lobbizott az edzőváltásért. Ő maga ezt cáfolta már, úgyhogy ezt nem is feltétlenül feszegetném. Tőle függetlenítve viszont az érdekel, hogy annak esetleg láttátok-e jelét, hogy az öltöző, a csapat elveszítette a bizalmát a szerb edzőben. Erre a röhelyes pletykára mi azért nem válaszoltunk, mert méltatlannak tartottuk a felvetést is.
és úgy gondolom, hogy azért sok mindenki foglalkozik a sporttal, és van egy szint, ami alá nem kéne menni. Magukat mértékadó, vagy kiváló orgánumoknak, vagy médiumoknak tartó portálok, hogy ilyenek ilyet terjesztenek, és veszik át egymástól kérdés, ellenőrzés nélkül. Én úgy gondolom, hogy ez azért nem az a szint, mint amit mondjuk a magyar sport megérdemelne. Visszatérve arra a részére, hogy az öltözőben én nem láttam változást a korábbi időszakhoz képest. Azért a társaság emberhátrányban küzdött egymásért, a klubért. Ez nem olyan, hogy most csak kifejezetten egy edzőért hajtunk, hanem mi tudjuk, hogy a klub az, ahol mi, vagy egy adott játékos, vagy egy csapat valahol szerepel, akkor azért tennie kell, azért neki mindent meg kell tennie, alázatosan, elkötelezetten kell focizni. Ebben nem érzem, hogy az öltöző és az edző között valamilyen változás lett volna. Ugye tegnap hivatalosan bemutatta a klub Máté Csabát, és ott elhangzott, hogy gyakorlatilag az első pillanattól ő állt az utódjelöltek listáján az első helyen. Miért? Akármilyen furcsán hangzik, egy futballklubnak, egy egyesületnek mindig készen kell állni arra, hogyha esetleg egy játékos távozik, vagy hogyha az edző távozik, legyen felkészülve a következő lépésre, és nekünk nyilván vannak ilyen-olyan elemzések után listáink, amelyeket ilyenkor kénytelenek vagyunk elővenni. A menedzsment, a tulajdonosi kör az új esetben magyar edzőt szeretett volna, és a magyar edzők közül mi a Máté Csabát láttuk legalkalmasabbnak arra, hogy a DVSC-t átvegye. Ő volt a listánk elején, nagyon örülünk, hogy tudjuk, hogy nem volt egyszerű neki, hiszen már volt egy jó lehetősége, de örülünk, hogy meg tudtunk állapodni, és az ő kezébe adtuk a szakmai munkát. Ugye úgy fogalmaztál az imént, hogy ilyen-olyan szempontok szerint igyekeztetek ezt mérlegelni. Mondd azt néhányat ezek közül. Nyilván ugye volt tavaly egy nagyon impozáns 10 meccses sorozata a Ferencváros élén. Ezen kívül, vagy ezzel együtt milyen szempontok szerepelnek még ezen a rendszeren? Tehát én úgy gondolom, hogy volt ő már, ha nem is nagyon-nagyon hosszú ideig, de volt vezetőedző, ismeri a magyar mezőnyt, ismeri a játékosainkat, olyan tapasztalatot szerzett szakemberként, nagyon komoly szakemberek mellett, ugye a Cselcseszóval, Rebrov sorolhatnánk, de az Ervin Koemant is ide vehetnénk, tehát volt a válogatott stábjában is, játszott és edzősködött külföldön. Én úgy gondolom, hogy ezek mind olyan szempontok, amelyek segítették az ő kinevezését, illetve természetesen voltak személyes kapcsolataink is, illetve háttérinformációink is az ő munkásságáról, karakteréről, és én úgy gondolom, hogy itt az első pár napot látva messze nem kell csalódnunk, és jó döntést hoztunk. Bízunk benne, hogy az idő is ezt igazolja majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És akkor hamarosan Máté Csabával folytatjuk, ahogy ígértem. Előtte viszont nézzünk meg egy rövid bejátszót az új vezetőedzőről. Máté Csaba Szekszárdon született, labdarúgóként játszott többek között Pécsett és Tatabányán is, illetve légióskodott Belgiumban. Visszavonulása után az edzői pályát választotta. 2008 és 2010 között a magyar válogatottnál segítette Ervin Koeman munkáját pályaedzőként, majd a Haladásnál, illetve a Paksnál dolgozott. Az utóbbi csapatnál megbízott vezetőedző is volt. Később 11 évig tartozott a Ferencváros szakmai stábjához, ahol több neves külföldi szakember asszisztens edzője volt, majd tavaly nyáron vezetőedzőként irányította a Fradit. Vezetésével az FTC 10 mérkőzésen 9 győzelmet aratott, bejutott az Európa Konferencia Liga csoportkörébe, 35 rúgott és 10 kapott gól mellett. Dejan Stankovics érkezésével ugyanakkor távoznia kellett. Az elmúlt egy évben nem volt csapata. A DVSC szeptember 3-án kedden mutatta be hivatalosan. És akkor Máté Csabával folytatjuk. Ugye egy évvel ezelőtt távozott a Ferencvárostól, 10 mérkőzésen 9 győzelmet aratott, hirtelen nagyon felkapott név lett az edzői piacon, és nagy népszerűségnek örvendett, ezt azt hiszem kijelenthetjük. Hány komoly megkeresése volt azóta? Egyáltalán volt egy csapat, amellyel akár külföldi, akár magyar a tárgyalások előre haladott szakaszába jutott? Voltak megkeresések, van, ami érdeklődés szintjén maradt, van, amivel eljutottunk akár a tárgyalásokig is. Volt, ahol úgy éreztem én, hogy nem az a projekt, vagy nem az a bizalom van felém, amit én elgondolok. Volt olyan, hogy ők választottak más, tehát ilyen is előfordult. Ilyen ez az edzői szakma, szerintem nagy a konkurencia,
úgyhogy meg kell becsülni azt, hogyha az ember dolgozhat valahol. Itt most magyar és külföldi ajánlatokra egyaránt beszélünk? A külföldi az egyetlen volt, az pont amikor a Debrecennel megkezdődtek a tárgyalások, akkor egy pályaedzői lehetőség csillant fel, oda el kellett volna menni, körülnézni, tehát egy ilyen eléggé kezdetleges stádiumban levő dologról van szó, de jeleztem... Szabad tudni, hogy melyik ország lett volna a desztináció? Szerintem most már nincs jelentősége, egy távoli ország, de igazából én akkor jeleztem, és igazából ahogy reagált arra a Debrecen, az volt számomra vonzó, hiszen hétfőn történt ugye a megkeresés, én szerdán mentem volna erre a helyre, és ennyi idő alatt meg is tudtunk állapodni. Tehát ez bizonyítja azt, hogy ők valóban komolyan gondolták, hogy én lehetek az, aki a megfelelő erre a pozícióra, és ez a fajta bizalom, ez azt gondolom, ez egy fontos egy edző számára. Érezte a bizalmat, ezen túl egyébként melyek voltak azok a legfontosabb vagy sarkalatos pontok, amelyek mentén sikerült megegyezni? Tehát önnek, amikor új klubban gondolkodott, akkor mik voltak a legfontosabb dolgok ebben az időszakban? Hát itt mondom, a legfontosabb a bizalom. Tehát itt a hétfő délelőtt, amikor megcsörrent a telefon, ugye hétfőn este már elnök úrral tudtam beszélni, tehát ez is mutatja azt, hogy tényleg ők mindent megtettek azért, hogy minél előbb létrejöjjön ez a megállapodás. Számomra ez az egyik legfontosabb. Maga a projekt, hát Debrecent azt ismered, vagy én legalábbis jól ismerem, hiszen aki jártas a magyar futballba, azért azt tudja, hogy mit jelent a magyar fociba ez a tradicionális fellegvár. Tehát azt tudtam, hogy az infrastruktúra az nagyszerű, a szurkolótábort azt ismered. Én azt gondolom, minden adott ahhoz, hogy ha itt az ember jól végzi a dolgát, akkor igazán futballistának érezheti magát a futballista, és edzőnek az edző. Tehát ez mindenképp fontos visszacsatolás mindenkinek. Ha már a szurkolótábort szóba hozta, ugye azt mondhatjuk, hogy az elmúlt egy évtizedben a neve szinte összeforrt a Ferencvárossal. Attól nem tartott, hogy a két klub és kifejezetten a két szurkolótábor rivalizálására tekintette vegyes lesz a fogadtatás a Debrecenben? Ez, aki ennyi időt eltölt a Ferencvárosnál, ez szinte majdnem minden klubnál fölmerülhet ez a kérdés. Ugye már csak azért is kérdezem, mert éppen Lipcsei Péter beszélt erről néhány héttel ezelőtt, hogy úgy érzi, hogy éppen a fradista kötődése miatt sok helyen zárt ajtókon kopogtat. Hát nem venném a bátorságot, hogy ahhoz Petihez hasonlítsam magam azért, amit ő letett a Ferencvárosért, meg amit én elértem a Ferencvárosnál, szerintem az messze van egymástól. De valóban, tehát mindenki ugye elkönyvelt már fradistaként, így várható az, hogy azért vannak ellenszenvek az ember iránt. Ezt egy dologgal lehet egyensúlyozni, az, hogy az ember becsülettel, motiváltan teszi a dolgát, és sikeres. Tehát én azt gondolom, hogy ha sikeresek tudunk lenni, akkor a szurkolók biztos, hogy örömüket fogják lelni bennünk. Ha pedig nem leszünk sikeresek, akkor mindegy, hogy honnan érkeztünk, akkor ugyanaz a vége. Ugye beszéltünk erről, ugye utaltam már rá, hogy a 10 évnyi asszisztens edzői feladatkör után megbízott vezetőedzőként vezette a Ferencváros, nem is akár, ahogyan mondhatjuk, hogy szinte tökéletes mérleggel zárt. Ezzel együtt azt talán kijelenthetjük, hogy a Ferencváros messze kiemelkedik a magyar bajnokságból, tehát egy egészen más szintű játékos keret állt a rendelkezésére, mint amilyen mondjuk itt várja a Debrecenben. Így mégis játékfelfogásban, alapelvekben mire számíthatunk öntől, milyen DVSC-t láthatunk majd Máté Csaba irányításával? Egy kicsit korrigálnék, mert nem megbízott vezetőedző voltam, tehát engem kineveztek vezetőedzőnek, csak leváltottak 10 mérkőzés után, tehát csak ennyi korrekciót hadd tegyek hozzá. Valóban, tehát azt azért reálisan kell látni, hogy a két klubnak a lehetőségei mások, a céljaik is mások, tehát azt is el kell ismerni. Tehát ezt mindenkinek a helyén kell kezelni, nekünk is, szurkolóknak is, vezetőknek is. Ezzel mi tisztában vagyunk, de azt gondolom, hogy ha minden klubnál valaki azt a célt eléri, ami az adott klubnak a célja, akkor sikeresnek mondhatja magát. Azt gondolom, hogy a Debrecen az egyike azoknak a kluboknak, akik aspirálnak a nemzetközi szereplésre, tehát az év elején azzal a céllal vághat neki a bajnokságnak, hogy vagy a bajnokságon keresztül, vagy a kupán keresztül elér esetleg egy nemzetközi szereplést, amivel megmutathatja magát a nemzetközi szintéren. Ez mindenképp egy cél. Kettős cél van ugye, itt Debrecenben azért nagyon fontos az, hogy a saját nevelésű helyi játékosok, magyar játékosok szerepeltetése, azoknak a fejlesztése. Azért vannak fiatal játékosaink, akik nagyon tehetségesek, akár még a felnőtt válogatottat is megcélozhatják maguknak. Az ő fejlesztésük az mindenképp nagyon fontos, és mellette természetesen eredményesen kell szerepelni. Ez a kettősség van.
Ahol szurkolótábor van, ott általában azt szeretik az emberek, hogy nyer a csapat. Itt Debrecenben azért szerintem el voltak kényeztetve azzal is, hogy sokat támadott a csapat, dominált a csapat a korábbi években, úgyhogy ennek kell megfelelnünk, és ennek próbálunk megfelelni. Azt látja, már vannak ötletei arra nézvést, hogy hogyan nyúlhat majd a csapathoz, mert külső szemmel nem tűnik egyszerű helyzetnek, hogy szezon közben veszi át a csapatot, tehát nyilván ideálisabb helyzet, azt gondolná az ember, hogyha mondjuk a nyári alapozást már önnel csinálhatta volna végig a keret. Így a szezon közben mire van idő? Most ugye van egy másfél hetes válogatott szünet, nagyjából a keret részében egészében együtt marad, szóval mik az első dolgok, amiken az ember ilyenkor igyekszik, vagy tud változtatni egyáltalán szezon közben? Hát azt mondhatom, hogy azért elég jól ismertem a keretet, tehát a magyar csapatokat azért azt jól ismeri az ember ennyi idő után, amit eltölt a magyar futballba, illetve én utána is rengeteg mérkőzést néztem meg, követtem az eseményeket az első másodosztályba is, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért az ember képbe van. Természetesen azok a benyomások, amik az edzéseken érnek, a személyiségi jegyeik a játékosoknak, ezek fontos megismerése, ezek az első napoknak a legfontosabb teendői. Az jó, hogy van egy kis időnk, tehát nem közvetlenül mindjárt a hétvégén tétmérkőzés van, ez mindenképp előny lehet. De kifogásokat nem kell keresni. Amikor az ember belevág ebbe, akkor nem kell keresni. Tisztában vagyunk vele, hogy akár az első kupa meccs is ugye nagyon fontos, az azt követő bajnokiról meg ne is beszéljünk, amikor Nyíregyházára megyünk. Azt mindenki tudatosította bennem, hogy ez mit jelent a városnak, a szurkolóknak, úgyhogy képbe vagyok. Egyetlen egy dologban engedjen még betekintést, ha jól tudom, akkor tegnap megtartotta már az első edzését a csapattal. Hogy tehát az első találkozás, egyáltalán önnek mi a legfontosabb így az első impulzusok tekintetében? Leül egyesével mindenkivel, csapatépítő program van esetleg valami különféle rituálé? Szóval, hogy kezdődik ilyenkor egy új fejezet? Hát én úgy kezdtem itt is, a Fradiban is egyébként, hogy bizonyos alapelveket lefektettünk, elmondtam a játékosoknak. Ezek nem... Mond néhányat közvetlenül közülük. A fegyelemről beszél az ember, a felelősségvállalásról, az alázatról, a győztes mentalitásról. Tehát ilyenekről, amik szeretném, hogyha a jegyei lennének a játékosoknak egyenként is, és közben beszéltünk arról, hogy csapatként tudunk csak jól funkcionálni. Tehát én azt gondolom, nem megsértve senkit, hogy nincs olyan játékosunk, aki egyedül képes eldönteni egy-egy mérkőzést. Nekünk közösen kell ezt megoldani, mindenkire szükség van, tehát itt akár a 14., 15. ember is fontos lehet. Ezt tudatosítani, hogy ezt így kezeljék, aki esetleg 14. is számítson arra, hogy neki el kell dönteni egy mérkőzést, aki pedig az első, második, az pedig tudatosítani azt, hogy milyen felelősség ez, hogy egy ilyen csapatban van. Úgyhogy ezekről beszéltünk. A következő napokban a futball taktikai részéről tudunk többet beszélni. Ugye van egy-két hiányzónk válogatottság, illetve sérülés miatt, őket várjuk vissza, de nem vesztegetjük az időt, hiszen közelegnek a mérkőzések, és ez a profi futball, a profi sport, ez semmi másról nem szól, csak a győzelemről, néha még az sem elég. Eredményes munkát kívánok, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt az eheti hajrá, jövő héten ismét találkozunk, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra.